Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a mai vendégünk pedig dr. Tóth Norbert, nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Itt van velünk már a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok mindenkinek! Nemzetközi hírekről, nemzetközi jogi kérdésekről lesz szó, mert két hírünk is van. Az egyik, hogy az Európai Parlament terrorista állammá nyilvánította Oroszországot, ám hangsúlyozták, hogy ez egy állásfoglalás. Előtte pedig a NATO parlamenti közgyűlése Madridban döntött hasonlóképpen, és ők pedig hozzátették, hogy egy különleges törvényszék létrehozását javasolják. Mi az, hogy terrorállam, terrorista állam nemzetközi jogi szempontból? Ugye először azt kellene akkor szerintem megbeszélnünk, hogy az Európai Parlamentnek, meg a NATO parlamenti közgyűlésének mi a szerepe a saját szervezetrendszerükön belül. Őszintén szólva, a nemzetközi szervezetek esetében ugye többféle belső szervet szoktunk megkülönböztetni, vannak a parlamentáris típusú szervek. Ugye az Európai Unió esetében ez az Európai Parlament, a NATO esetében mondhatjuk azt, hogy a parlamenti közgyűlés, bár ez korrekcióra szorulna, mert a parlamenti közgyűlés azért nem a NATO-nak a szerve a szószoros értelmében, ezt majd erre kitérek, hogyha lesz rá idő. Az Európa Tanács esetében a parlamenti közgyűlés, az ENSZ esetében pedig a közgyűlés a parlamentáris szerv, mert hogy ez plenáris, tehát hogy minden tagja a szervezetnek képviselteti magát ezekben a testületekben. Most ehhez képest vannak olyan belső szervei a nemzetközi szervezeteknek, amelyek kevésbé reprezentatívak. Ilyen például az ENSZ esetében a biztonsági tanács, amúgy 15 tagból áll, vagy ilyennek mondhatjuk akár, bár ugye az Európa Tanács esetében nem tudunk ilyet mondani, mert ott a miniszteri bizottságban minden tagállam külügyminisztere jelen van, de ugye a lényeg az, hogy a NATO esetében meg az Észak-Atlanti Tanács, de ott is mindenki képviseltetve van, de az a lényeg, hogy a tanácsi típusú szervek, a parlamentáris típusú szervekhez képest sokkal potensebbek egyébként a nemzetközi szervezetek életében. De csak azt akarom ezzel mondani, hogy a valódi döntések a nemzetközi szervezetek esetében általában nem a parlamentáris típusú szerveken belül születnek. És fokozottan igaz ez a NATO parlamenti közgyűlésére. A NATO parlamenti közgyűlésének, a közgyűlés állásfoglalásának jogi jelentősége nincsen. Tehát őszintén szóval ez egy politikai szerv, nagyon lazán kapcsolódik a NATO-hoz. Amikor 1949-ben létrehozták a NATO-t, nem is volt parlamenti közgyűlése. 1955-ben hozták létre NATO tagállamok parlamenti képviselői informálisan, és fokozatosan kezdte el kooptálni, tehát befogadni a NATO ezt az intézményt. Tehát igazából nagy jelentősége a NATO parlamenti közgyűlésének, hát nemzetközi jogi szempontból biztos nincs, politikai szempontból is csekély. Az Európai Unió esetében az Európai Parlament egy fontosabb szerv, mint a NATO esetében a NATO parlamenti közgyűlése, és akkor a állami terrorizmus, hát a terrorizmusnak a nemzetközi jogban, az egyetemes nemzetközi jogban nincsen szerződéses meghatározása. Próbálkoztak ezzel egyébként, de nem sikerült ilyet elfogadni, viszont vannak részterületei a terrorizmusnak, tehát vannak olyan területei, vagy olyan kérdései a terrorizmusnak az egyetemes nemzetközi jogban, amelyek kapcsolatban fogadtak el már nemzetközi szerződéseket, tehát például nem tudom, a légiközlekedés világában a 70-es, múlt század 70-es éveiben, repülőgép elterítésekről, nem tudom, a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos kérdésekről, vagy a tengeri közlekedésnél, aztán a terrorizmus finanszírozása a 90-es években volt egy ilyen kérdés, amit szabályoztak, de ugye egy egyetemes, szerződéses definíciója a terrorizmusnak nincs, de vannak közgyűlési határozatai az ENSZ-nek, amik nem kötelezőek, amelyekből ki tudunk indulni, amelyek viszont egyéni cselekményekként írják le, ugye egyéni büntetőjogi cselekményekként a terrorizmus, tehát egyének követik ezeket el, és akkor ehhez képest mi a állami terrorizmus? Általában azt értik alatta egy ilyen nagyon szabályozatlan, homályos nemzetközi jogi környezetben, hogy elképzelhető, hogy vannak olyan államok, amelyek terrorista cselekményeket támogatnak, akár finanszírozással, akár bátorítással, és így tovább, és akkor erre példákat is lehet mondani, tehát a 1988-as Lockerbie merénylet Skócia fölött, amit Líbia, tehát a Kadhafi-féle Líbia támogatott például, ugye a Penem 103-as járatának a felrobbantása, és vannak ilyen példák, de én azt hiszem, hogy ebben a konkrét esetben, tehát az orosz-ukrán konfliktusban Oroszország terrorista állammá nyilvánítása különböző nemzetközi szervezetek parlamentáris szervei által, ennek alapvetően egy ilyen stigmatizációs, megbélyegző
jelentősége van elsősorban, és másodszorban pedig azt mutatja, hogy a döntéshozók azok milyen irányban, tehát a nyugati civilizáción belüli döntéshozók milyen irányban tájékozódnak, és mit szeretnének majd elérni a háború végeztével. Hát nyilván az orosz vezetés és az orosz országi elkövetők megbüntetését. Tehát lényegében erre akarják kifuttatni ezt az egészet távlatilag. És ez a megbüntetés, ez hogy valósulhat meg? Tehát lesz nemzetközi bíróság, vagy ki az a szerv, aki egyáltalán dönthet a háborús bűnöknek az elítéléséről és annak megbüntetéséről? Ja, most is van olyan nemzetközi bíróság, amely háborús bűncselekmények, emberi egészségügyi bűncselekmények, népirtás esetében állandó jelleggel működik, és eljárhat adott esetben. Nehéz megállapítani a joghatóságát, tehát vannak olyan helyzetek, amikor nehéz létrehozni azokat a körülményeket, most akkor lefordítom egyszerűbb magyar nyelvre, amikor ez a bíróság ténylegesen el tud járni, főleg az orosz-ukrán konfliktusban, mert hogy egyik ország sem részese például, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság alapszabályának. Az igaz, hogy Ukrajna 2013 végétől terjedő időbeli hatállyal a területén történt cselekmények esetében elismerte a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, tehát elvileg ez megkönnyítené azért az ICC, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárását. Oroszország továbbra sem ismeri el. Aztán vannak egyéb lehetőségek, tehát mondjuk az ENSZ biztonsági tanácsa is odautalhat ügyeket ennek a bíróságnak a joghatóságába. Elvileg az akkor történhetne meg ugye ebben a konkrét ügyben, hogyha Oroszországban lenne egy olyan rezsimváltás, vagy nem tudom, rendszerváltás, amelynek eredményeképpen egy kooperatív orosz vezetés jönne létre, és megszavaznák mondjuk a biztonsági tanácsban később ezeknek az eseteknek az odautalását. Tehát ez egy elvi lehetőség, ennek nem látom most nagyon a valószínűségét. És akkor, hogy ehhez képest egy más vonalon gondolkodik például a NATO parlamenti közgyűlése, tehát ők nem a Nemzetközi Büntetőbíróságban gondolkodnak, jól látható, hanem egy külön bíróságot szeretnének. És én azt hiszem, és az az én koncepcióm, hogy amiben ők gondolkodnak, az ahhoz lehet hasonlatos, mint amilyen a II. Világháború után a Nürnbergi katonai törvényszék felállítása volt, meg a tokiói katonai törvényszék, de főleg a nürnbergi, ugye ez egy négy hatalmi megállapodás eredményeképpen jött létre, tehát a II. Világháború után Londonban a britek, az amerikaiak, a franciák és a szovjetek írták alá azt a megállapodást, amelynek alapján létre tudott jönni Nürnbergben ez a katonai törvényszék, és ugye ami itt fontos, hogy nem csak arról volt szó, vagy nem csak az volt a győztesek célja, hogy konkrét személyeket megbüntessenek, és ez az érdekes itt az orosz esetben, hanem hogy egy ideológia fölött mondjanak, tehát ezt ki is mondták annak, hogy egy ideológiát akarnak a vádlottak padjára ültetni, nem csak konkrét személyeket, ugye a nemzeti szocializmus fölött is ítélkezett lényegében ez a nürnbergi katonai törvényszék. Most az orosz-ukrán helyzetben egy kicsit ez problémásabb, mert az, hogy milyen ideológiát képvisel Oroszország, ezt nehéz megmondani, és szerintem erre találták ki ezt a állami terrorizmus, vagy a terrorizmus kifejezést, mert hogy ez egy mindenki által bármely ember által érthető szó igazából, tehát hogy mindenki nagyjából ugyanarra gondol, amikor meghallja azt a szót, hogy terrorizmus, valamilyen erőszakos dologról van szó, amely embereket akar félelemben tartani, és így tovább, és így tovább. És szerintem ez egy ilyen eposzi jelzője lesz valószínűleg a nyugati világon belül az orosz vezetésnek és a Oroszországnak egészen addig, amíg a háború véget nem ér, és felelősségre nem tudják vonni az elkövetőket. Tehát, hogy valószínűleg ez egy ilyen... Hát akkor ennek több a kommunikációs funkciója, mint a tényleges nemzetközi jogi funkciója? Igen, tehát, hogy igen, és hogyha én úgy gondolom, hogy akik most támogatják például a NATO parlamenti közgyűlésében ezt az utat, ők úgy gondolják, hogy Oroszország verességével ér véget majd a háború. Ugye nyilván akkor lehetne rávenni az oroszokat legkönnyebben arra, hogy együttműködjenek, hogyha olyan módon szenvednének verességet, hogy feltétel nélkül megadnák magukat például. Tehát a feltétel nélküli kapituláció. Most nem látom a lehetőségét én személy szerint, de hogy szerintem a nyugaton ebben gondolkodhatnak, és hogyha ez bekövetkezik, akkor, mint terrorista államot és a terrorista állam vezetőit vonnák felelősségre egy ilyen speciális, különleges büntetőtörvényszék előtt. Szerintem ez lehet a terv. Ezzel párhuzamosan ugye azért nehéz egyáltalán nemzetközi jogi és nem érzelmi szempontból ítéletet hozni, mert ha jól értelmezem, akkor a terrorizmusnak, ahogy ön is említette, nincs
konkrét definíciója, csak részletdefiníciók néhány. A részletdefinícióknak megfelelhet Oroszország? Ugye úgy pontosítanám ezt a megjegyzésemet, hogy az egyetemes nemzetközi jogban nincs szerződéses definíció. Kísérleteztek ezzel, nem sikerült ilyen szerződést alkotni. Vannak egyéb szerződések, amelyek valóban ilyen részkérdéseket szabályoznak. Aztán vannak regionális megoldások is, tehát az Európa Tanács keretében is vannak egyezmények, de hát olyanok nem tagja Oroszország, tehát kizárták az Európa Tanácsból. Úgyhogy az nem érdekes ilyen szempontból. Amerikai kontinensen is vannak egyébként ilyen megoldások, de az sem érdekes, mert ugye nem az amerikai kontinensen van Oroszország, Ukrajna sem, tehát azok nem számítanak. És vannak a nemzeti jogokon belül, tehát a magyar jogon belül is van meghatározása a terrorizmusnak, mondjuk magyar BTK-ban a terrorcselekménynek van meghatározása, törvényi tényállása, de ugye az nyilván nem érdekes az orosz-ukrán esetben, hiszen ez a magyar büntető hatalom szempontjából érdekes, és Magyarország határain belül érdekes. Tehát az egyes államoknak megvan az elképzelése a terrorizmusról, tehát nyilván az orosz BTK, így az orosz BTK-nak is van terrorizmus fogalma, meg az ukránnak is, és az is igaz, hogy persze az emberek többsége nemzetközi keretekben gondolkodik, amikor az orosz-ukrán háborúról beszél, de hát le lehet folytatni az eljárásokat nemzeti bíróságok előtt is, tehát nem kell nemzetközi... Főleg, hogyha Ukrajna területén történik a dolog, akkor akár... Így van. Tehát, hogy ukrán bíróság előtt is le lehet folytatni az eljárásokat konkrét személyekkel szemben, csak ugye ennek az a hátránya, még egyszer mondom, mondjuk a politikai PR szempontjából az a hátránya, hogy ezt nem lehet egy nagy ügy, vagy egy nagy ellenség elítéléseként beállítani, mert ugye ez viszont nemzetközi bírói fórum kellene, ahol látványosan egy ilyen autódafé keretében felelősségre lehetne vonni mondjuk az orosz elitet, tehát az orosz felső vezetést. Nem tudom, hogy ez mennyire világos. Abszolút világos, meg talán egy kicsit a délszláv háborúhoz hasonlít, ugye ott utána voltak ilyen nemzetközi bíróság igen. előtt történő felelősségre vonások. Nyilván, amikor népirtások vagy háborús bűnök voltak, akkor nagyon helyesen, de azért ott is sokan pedzegették azt, hogy mennyire a politikai likvidálás a célja például ezeknek a tárgyalásoknak. Igen, de mondjuk ott a délszláv háború esetében, mondjuk ez egy kegyelmi helyzet volt nemzetközi jogilag, most már úgy látom utólag 2022-ből, tehát ugye a 90-es években sajnos kitört ez a nagyon véressé váló polgárháborúnak induló, majd nemzetközi fegyveres konfliktussá váló a délszláv háború, és az volt a idézőjelbe tévedett szerencséje az emberiségnek, hogy a hidegháború után voltunk közvetlenül egy legyengült Oroszországgal, Kína nem volt még megfelelően erős, és a nyugati világ lényegében a biztonsági tanácson belül el tudta érni azt, hogy a délszláv háborúban elkövetett bűncselekmények elkövetőit egy ilyen adhok, tehát egy eseti nemzetközi törvényszék előtt büntessék meg. Tehát az ENSZ biztonsági tanács állította fel ezt a volt Jugoszlávia törvényszéket, amely nem egy állandó törvényszék, egy eseti törvényszék. Tehát ugye miután elfogytak a bűnösök, ez lényegében megszűnt létezni, és ugye egy fennmaradó mechanizmus van helyette már Hágában, ezt így nevezik. Ruanda esetében is ez volt a helyzet, tehát a ruandai népirtás esetében is hasonló módon létrehozott eseti büntető törvényszék kezdte meg működését. Itt is lenne, tehát ez egy harmadik lehetőség lenne, de akkor itt újra az ENSZ biztonsági tanácsának kellene felállítania egy ilyen adhok törvényszéket. Nem biztos, hogy azok szemében, akik nagyon szeretnék Oroszországot megbüntetni, ez egy megfelelő megoldás lenne szerintem most. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez egy eléggé látványos bírósági eljárás lehetne, és hát a nemzetközi büntető bíróságot meg jól láthatóan nem akarják választani, hanem egy állandó fórum, de ugyanarról meg tudjuk, hogy a nemzetközi büntető bíróságot például az Egyesült Államok sem támogatja. Tehát annak ellenére, hogy a 90-es években ezt a Clinton-féle adminisztráció kezdeményezte még, és tudjuk, hogy az amerikaiak is nagy nehezen aláírták a nemzetközi büntető bíróság római statútumát, de soha nem ratifikálták, tehát soha nem erősítették meg az amerikaiak ennek az állandó büntetőbíróságnak az alapszabályát. Úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy nem egy 90-es években létrehozott eseti törvényszék
módjára, és nem a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt, hanem egy harmadik módon szeretnék most felelősségre vonni, és a látványosabb kulisszák között az oroszokat. Nyilván a világ közvéleménye az iránt érdeklődik leginkább, hogy bíróság elé lehet-e állítani Putyint, meg egyébként sokan feszegetik azt, hogy Zelenszkinek van-e felelőssége ebben a háborúban, akár arról, hogy az ukrán embereket kiszolgáltatja a háború elhúzódásának, de mondjuk Putyinnál maradva, úgy, hogyha például Oroszország nem csatlakozik egyik büntetőbírósághoz, vagy nem fogadja el azoknak az illetékességét, előállhat olyan helyzet, hogy Putyint mégis nemzetközi bíróság elé állítják, kimondják, hogy háborús bűnös, és valami nagyon komoly büntetést kap? Ugye abban az esetben, hogyha Oroszország ebben a, tehát Oroszország számára ez a háború nem vesz nagyon-nagyon kedvezőtlen fordulatot, értve ez alatt azt, hogy összeomlanak és feltétel nélkül megadják magukat, ugye ez a számukra a legrosszabb elképzelhető forgatókönyv, vagy nem bukik meg a rendszer Oroszországon belül, akkor nagyon nehéz valóban. Akkor nem tartom valószínűleg, hogy Putyint például, vagy Putyinnak a köreit egy nemzetközi büntetőbíróság előtt felelősségre lehessen vonni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy adott esetben, hogyha bíróság elé lehetne őket állítani, mondjuk nemzetközi bíróság elé lehetne állítani őket mégis, akkor kérdés az, hogy megállapítható-e ezeknek a személyeknek a büntetőjogi felelőssége konkrét cselekményekért. Ugye itt az nagyon fontos, hogy van egy parancsnoki láncolat, tehát hogy visszakövethető-e konkrét ügyekben egy konkrét személyig a parancs való felelősség. És most van egy olyan érdekes fejlemény, ugye itt a Kercsi hídon történt robbanás vagy robbantás után, hogyha visszaemlékszünk rá, akkor azt láthatjuk, hogy arra emlékezhetünk, hogy közvetlenül utána egy komoly tüzérségi támadást rendeltek el Ukrajnával szemben az oroszok, és akkor volt Putyinnak egy nyilatkozata, amely érdekes lehetne adott esetben egy konkrét bűncselekmény, vagy konkrét büntető eljárás esetén, mert valahogy úgy fogalmazott, hogy na most akkor itt a híd felrobbantása miatt válaszul kiadta a parancsot, vagy valahogy így fogalmazott, meg kellene, most nem néztem meg én sem adásra készülve pontosan, hogy hogyan fogalmazott, de hogy arra emlékszem, hogy ez a mondata, ez viszont adott esetben alkalmas lehet arra, hogy a parancsnoki láncolatot visszavezetve egészen hozzá eljussanak a büntetőjogi felelősség megállapításában, ha egyébként fizikailag képesek lennének őt bíróság elé állítani. Tehát, hogy elvileg ez egy olyan fejlemény büntetőjogilag, vagy nemzetközi büntetőjogilag, ami egy ilyen érdekes fordulat szerintem. Amit még szoktak mondani, hogy most Oroszország, vagy hát az oroszok bombázzák az ukrán infrastruktúrát, és hogy ez nyilvánvalóan emberek életére van hatása, és hogy ebben milyen felelősségi szintek állapíthatók meg, illetve Zelenszkij, amikor azt mondja, hogy terrorállammá nyilvánítsák Oroszországot, akkor többek között erre hivatkozik. Igen, tehát ugye amire ő hivatkozik, az az, hogy válogatás nélkül éri támadás Ukrajnát, tehát hogy nem csak katonai célpontokat, hanem úgy fogalmazzák angolul ezt, indiscriminate manner, tehát hogy válogatás nélkül lőnek célpontokat, és nem tesznek különbséget katonai, meg nem katonai célpont között. Ugye ennek a háborús bűncselekmények esetében van jelentősége, mert hogy hát a háborús bűncselekmények azok lényegében olyan bűncselekmények, amelyek a háború szokásai törvényeit súlyosan sértik. És lényegében az, hogyha nem teszünk különbséget katonai meg polgári célpont között, ugye a polgári célpontot is lehet támadni, abban az esetben, hogyha azoknak valamilyen katonai szükségszerűsége van, tehát vagy rejtett katonai célpontok, és itt be kell tudni indokolni egyébként, hogy miért támadunk, idézőjelbe téve a támadunkat, polgári célpontot, de főszabályként egyébként nem lehet, kivételesen van erre lehetőség, és lehetőség szerint kerülni kell azért az ilyen megoldásokat. Amiről még érdemes lenne mindenképp nemzetközi jogi szempontból beszélni, az a foglyoknak a helyzete, ugyanis ezzel kapcsolatban is zajlik most egy vita, hogy hogyan lehet, illetve nem lehet bánni a foglyokkal. Itt ugye a Genfi egyezményre szoktak hivatkozni, ami viszont elég jól szabályozza ezen kérdéseket. Igen. És láttuk azt, hogy az ukránok is beszélnek folyamatosan arról, hogy az oroszok rosszul bánnak a hadifoglyokkal, illetve a napokban előkerült egy videó, amin az látható, hogy az ukránok lelőnek
nevezzenek magukat megadott orosz hadifoglyokat, csak arról megy a vita, hogy állítólag az egyik fogoly viszont rálőtt az ukránokra, és ők azt mondják, hogy ez önvédelem. Mi a helyzet hadifoglyok tekintetében, és egyáltalán mennyire szürkezónás terület ez, mert most például ezen utóbbi sajnálatos eseményről volt videófelvétel, de még azt is sokan eltérően magyarázzák, de kimondható az, hogy valójában, amit senki nem lát és senki nem hall, azt utána nagyon nehéz bizonyítani? Hát vannak azért módszerek az ilyen cselekvények bizonyítására, felderítésére. Persze vannak olyan esetek is, amelyeket tényleg valóban nehéz utólag bizonyítani, de hogy azért nem tudom, igazságügyi szakértők bevonásával például, vagy tanúk segítségével, aztán ugye a 21. században élünk, és ön is utalt rá, tehát hogy felvételek készülnek, sokszor mozgóképek, vagy állóképek, hangfelvételek, cselekmények elkövetéséről. Tehát, hogy ma már azért jóval könnyebb bizonyítani ezeket a cselekményeket, mint akár, nem tudom, a II. Világháborúban elkövetett cselekményeket. Tehát, hogy sok szempontból jobb ez a helyzet ilyen szempontból, tehát nem akarom ismételni magamat, az a lényeg, hogy könnyebb most a büntetőeljárásokat szerintem ebből a szempontból lefolytatni. Itt háborús bűncselekmények történtek, tehát amire ön utalt, ugye itt az orosz hadifoglyok megölése, ez nagyon nagy, azért fogalmazok feltételes módban, mert a jogászok szeretnek feltételes módban fogalmazni, hiszen nyilván valakinek a büntetőjogi felelősségét csak jogerős bírósági határozat állapíthatja meg. Tehát nagyon valószínű, hogy itt háborús bűncselekményeket követtek el az érintett személyek. Tehát, és az meg, hogy önvédelemre került a sor a konkrét helyzetben, azt a büntetőeljárásnak kell tisztáznia. Tehát nyilván itt már az ukrán elkövetők védekezéséről hallhatunk, tehát, de Ukrajnának le kell folytatnia szerintem, véleményem szerint ebben a konkrét helyzetben a büntetőeljárást, és tisztázni kell, hogy itt pontosan mi történt, de nagyon úgy tűnik egyébként, hogy háborús bűncselekményt követtek el ezek az ukrán katonák, amikor az orosz magukat megadó hadifoglyokat meggyilkolták. Ugye azért bonyolult a helyzet, mert Ukrajnának meg az a válasza, hogy ha nem lenne háború, akkor nem lenne ilyen bűncselekmény, ha nem támadják meg őket. Tehát ezek szerint a megtámadott félnek is minden szabályt be kell tartani. Mindenkinek be kell tartani. Tehát teljesen lényegtelen az, hogy ki a támadó és ki a megtámadott. Tehát a fegyveres konfliktusok során alkalmazott humanitárius jogi szabályok, tehát emberbaráti szabályok részét képezik a hadifoglyokkal való bánásmóddal kapcsolatos jogszabály. Ezt mindenki tudja a világon, tehát mindenki is, mert nem lehet védekezni ezzel szemben. És egyébként a polgári lakosság sérelmére elkövetett, vagy pontosan a polgári lakosság védelmére vonatkozó szabályok ugyanúgy a humanitárius jog részét képezik. Amit ön említett, Genfi egyezmények, Genfi egyezményekről van szó, tehát 4 Genfi egyezmény, ez a Genfi jog, ez a hadviselés során alkalmazott humanitárius szabályok, mindegy az, hogy ki volt a támadó és a megtámadott, mindenkinek ugyanúgy be kell tartani ezeket a szabályokat. Amennyiben nem tartja be, akkor számolnia kell a következményekkel, például ugye a háborús bűncselekmények miatti felelősségre vonással. Egy kicsit túllépve ezeken a jogi kérdéseken érdekelne, hogy hogy látja a háborúnak a folytatását, a jelenlegi helyzetét. Ugye mi is beszélgettünk, meg próbáltuk itt megérteni az elmúlt 9 hónapban, hogy mi zajlik és milyen irányba mehetnek a dolgok. Ugye például lehet azt hallani, hogy most titkosszolgálati szinten vannak egyeztetések, de politikai szinten továbbra is úgy tűnik, minthogyha nem akarnának leülni a felek. Lát-e arra esélyt, hogy ez a történet egyszer valahogy mégiscsak véget ér? Érdemes a nézőpontokat áttekinteni szerintem, tehát végigvenni a orosz szempontokat, az ukrán szempontokat, és mondjuk a többiekét is, tehát a tágabb nemzetközi közösség szempontjait. Ugye Oroszország nézőpontjából most már azért kirajzolódik, hogy lehettek neki nagyobb céljai is különben Ukrajna területén, ezeket nem tudja elérni, tehát az én véleményem az továbbra is egyébként, hogy az eredeti orosz katonai célok, azok a Fekete-tenger északi területének ellenőrzés alávonása, ebben benne volt Odessa is, esetleg eljutni Moldovának a Nyesztrentúli területéig, és mondjuk a Dnyeper vonalánál létrehozni egy védelmi vonalat Ukrajnán belül. A Kijev elfoglalása az erősen véleményes, hogy a Kijev városának az orosz néplélek szempontjából, meg az orosz történelem szempontjából kiemelt jelentősége van. Az egyik legfontosabb település egyébként az oroszok, az ukránok és a beloruszok számára is Kijev, a kijevi Rusz miatt. De ezt el tudom képzelni, hogy azt lehet, hogy elengedték volna, de mondjuk a Dnyeper vonaláig föl szerettek volna zárkózni. Most ezt nem tudják elérni, ez jól látható, ezért egy ilyen minimális szélrendszerre rendezkednek be. A
krími félsziget szárazföldi összeköttetésének a megőrzése, és lehetőség szerint a hozzájuk lojális orosz ajkú vagy orosz nemzetiségű lakosság többségének Oroszországon belül tartása, nagyjából ezek a minimális katonai céljai pillanatnyilag szerintem Oroszországnak. Most ezzel az a probléma az ő szempontjukból, hogy nemzetközi jogilag ugye ezek semmisek, tehát ezeket nem lehet elismerni jogszerűnek. Most akkor miben bízhat mégis Oroszország? Két dologban, egyrészt az idő múlásában, tehát hogyha elégendően sok idő telik el, azt követően, hogy ő kontroll alatt tudja tartani ezeket a területeket, tehát tényleg sok időnek kell eltennie, akkor bízhat esetleg abban, hogy a nemzetközi közösség egy idő után elkezdi ezt ilyen féllegálisnak, majd később egyre többen legálisnak elismerni, elfogadják ezt a helyzetet. Tehát olyan módon, mint mondjuk Marokkó esetében Nyugat-Szahara egy részét ugye Marokkó megszállása alatt tartja, és utóbbi évek fejleménye az, hogy azok az országok, amelyek korábban azt mondták, hogy Nyugat-Szaharának joga van az önrendelkezés, és hogy Marokkónak ki kell onnan vonulnia, elkezdték megváltoztatni az álláspontjukat. Tehát nem tudom, amerikaiak, spanyolok, és így tovább változtatták a álláspontjukat. Ebben bízhat esetleg Oroszország, ez az egyik, és hogy akkor nyilván az idő viszont Ukrajna ellen dolgozik. Tehát Ukrajnának meg az lenne az érdeke, hogy minél gyorsabban, minél több területét katonai ellenőrzés alá vonja. Tehát, hogy visszaszerezze minél nagyobb részét a területeinek, mert az idő nem neki dolgozik. Ez az egyik. De mégis csak Ukrajna húzza a dolgokat, talán pont ezért, hogy valami katonai eredményt érjen el, nem? Tehát, hogy a politikai céljai katonailag is megvalósuljanak. Hát én nem feltétlenül így látom, szerintem az idő nem az ukránoknak dolgozik. Ezt szokták is ők mondani, tehát több szempontból sem, nem csak azért, mert amit az előbb elmondtam, hanem azért sem, mert egyébként a nemzetközi közösség jól láthatóan belefárad ebbe a konfliktusba, tehát azok is, akik egyébként Ukrajna támogatói is, tehát hogy nem akkora azért már a lelkesedés, mint volt a kezdetek kezdetén. Tehát nyilván vannak még azért fontos támogatói, meg persze vannak fontos támogatói Ukrajnának, de hogy nem lehet ez korlátlanul, időben korlátlanul folytatni ezt a támogatás tevékenységet az én megítélésem szerint. Tehát az idő az oroszoknak dolgozik, ez az én álláspontom. És akkor van még egy dolog az oroszok részéről, ők szeretnék ezt a konfliktust minél magasabb polcra helyezni. Tehát ezt nem egy kétoldalú konfliktusként akarják láttatni, hanem egy olyan konfliktusként, amely nagy-nagy nemzetközi rendezést igényel. Tehát bevonni az amerikaiakat, kínaiakat, minden fontos szereplőt, és lehetőség szerint ők üssék rá a pecsétet az orosz igényekre valamilyen módon. Tehát az az oroszoknak a célja, hogy ezt egy sokkal szélesebb nemzetközi keretek közé akarják manőverezni az egész ügyet lényegében. Ezzel az ukránok jelentőségét is tudják ugye csökkenteni a tárgyalások során. Másrészt pedig hát minél szélesebb körül a támogatása ennek a rendezésnek. Tehát ők igazából egy nagy nemzetközi rendezésben érdekeltek. Egy nagy nemzetközi rendezésben. Az ukránok viszont önálló szereplőként, nyilván megtámogatva a saját szövetségeseikkel, de mégiscsak önálló szereplőként akarnak tárgyalni az oroszokkal, csak hát, hogy ők nem akarnak bármilyen orosszal leülni tárgyalni, tehát hogy nehezíti a helyzetüket, tehát például Putyinnal nem hajlandók közvetlenül tárgyalni, de hogy az ő szempontjuk meg az, hogy saját magukat emeljék ki, tehát a saját jelentőségüket próbálják kihangsúlyozni, és hát minél jobb pozíciókat szerezni majd a későbbi tárgyalásokon. Hát kíváncsian várjuk a fejleményeket. Dr. Tóth Norbert, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is.